Ez mi volt jó? Oké. Okay. Ja nem igen, a upkeep-be csinál, fel kell szekkelnem valamit. Hát itt most már nyilván felszekkelem a mert, és akkor húzok egy lapot. És akkor good game. És akkor be is dobja. Sziasztok! Carlos vagyok, és ma meg fogjuk nézni a Horse Tribal-ömet, amivel talán még nagyobb fába vágtam a fejszémet, mint a Spectre-ök esetén, ugyanis ott láthatjátok a háttérben, hogy összesen 6 darab lovacska található meg az Arena kártyakészletében. Közülük is én Shadowfaxet választottam, aki a lovak lordja, a nemes feladatra, hogy csatába vezesse a lovainkat. Ő 5 manáért 4/4-es, minden lovunk haste képességet kap, és amikor támad, akkor egy lényt, aminek kevesebb a powerje, battlefieldre tehetünk, és támadhatunk is vele azonnal. Viszont abszolút nem ehhez kapcsolódik a deck tematikája. Ugyanis van egy olyan ló, ami sajnos nem legendary, viszont én úgy gondoltam, hogy lehet rá decket építeni, ő pedig nem más, mint a Crested Sunmare, ugye 5 manáért 5/5, minden más lovad Indestructible, és hogyha gyógyultál ebben a körben, akkor a kör végén csinálhatsz egy 5/5-ös lovat. Ez jól hangzik, ugye Indestructible-lé teszi az egyéb lovaimat, és csinálja is a lovakat. Tehát ha őt valahogy sikerül leraknom, akkor csak meg kell tudnom védeni, meggyógyulnom kell, úgyhogy igazából erre épül az egész deck, hogy beletettem védelmeket, meg gyógyulásokat, és nyilván, hogyha már vannak benne gyógyulások, akkor beleraktam az alapgyógyulós lapokat. A lovak ezen kívül semmilyen közös elemet nem mutatnak. Itt van például a Lightning Mare, ami nem lehet megkanterelni, nem blokkolhatja kék lény, és tud kapni 1/0-át. Itt van a Diamond Mare, ami mikor lejön, meg kell neveznem egy szint, és amikor egy ilyen színű spelt kasztolok, gyógyulok egyet. Ez mondjuk valamilyen szinten megy abba a tematikába, amit kigondoltam. Shield Mare, nem tudják piros lények blokkolni, és ővele is tudunk gyógyulni, amikor lejön a battlefieldre, vagy éppenséggel valaki megtargeteli őt, nem védi ki, csak gyógyít 3-at. Itt van még Bill the Pony, aki food token csinál, valamilyen szinten ő is tud minket gyógyítani, de ugyanála, hogyha feláldozunk egy foodot, akkor 4-et üt egy helyet. Nyilván nem ezért fogjuk szeretni, hanem mert lovacska és indestructible tud lenni. Meg, ugye, tribe. Hogy kiegészítsem a lovakat, be kellett tennem ugye shapeshiftereket, Universal Automaton, Impostor of the Sixth Pride, Metallic Mimic, Faceless Agent, és az Irregular Cohort. Ezek közül talán a Faceless Agent az, ami jól jöhet, ugyanis elég nagy az esélye, hogy Crested Sunmare-t ad a kezünkbe. Egyedül a Vanquisher's Banner van, ami talán segíthet, ha hamar lejön és kijátszunk 1-2 lovat, tudunk húzni lapot, pár extra lap, igazából ezen kívül semmi jóra ne számítsunk tőle. Mivel gyógyulásra épül a deck, természetesen beletettem a jó gyógyulós lapokat. Ajani's Pridemate, Dawn of Hope, amivel lapot tudunk húzni, Griffinéri, ami lényeket csinál, Hallowed Priest, ami szintén nő, Voice of the Blessed, szintén nő, Heliod Sun-Crowned, ha gyógyulunk, plusz kantert ad a lényeinknek. Book of Exalted Deeds, nem tudunk kikapni, és angyalokat is csinál, valamint itt van az Ajani, ami tud gyógyítani, és ha sokat gyógyulunk, akkor le tudja szedni az ellenfél asztalát. Gyógyulós lapoknak betettem az Ajani's Welcome-ot, ami ha lényt rakunk le, gyógyulunk. Alseid of Life's Bounty, lifelinkes lény, Authority of the Consuls, ha az ellenfél játszik lényt, akkor mi gyógyulunk. Fountain of Renewal, minden kör elején gyógyulunk. Revitalize, gyógyulunk és lapot húzunk, valamint a Sigarda Splendor, minden kijátszott fehér spellünk után. Gyógyít rajtunk, és még akár lapot is húzhatunk. Természetesen, mivel nagyjából kontrollt játszunk, rengeteg leszedés kell. Itt a kasza. Betettem a Showside-ot, ami egyért tud lőni 3-at. Lightning Helix, Brotherhood Zent, Defining Clarion, 3-at lő mindenbe. Day of Judgment, Settle the Wreckage, Wandering Emperor, Wrath of God, Cleansing Nova, Doomskar, Fumigate, Realmcloaked Giant, Vanquish the Horde és a White Suns Twilight a terülősebb deckek ellen jó, mert tömegírtás és le tudjuk szedni akár az egész asztalt. Ráadásul van olyan eset, hogyha lent van a Crested Sunmare, akkor a mi lovaink fönn maradnak. És azért, hogy a fő lovacskánk is fennmaradjon, hát rengeteg olyan lappal játszok, ami vagy megvédi, vagy Indestructible-t ad neki. Brave the Elements, Protection from Color. God's Willing, Protection from Color. Lorenz Escape, Indestructible Hexproof. Selfless Savior, Indestructible. Sheltering Light, Indestructible. Search of Salvation, Hexproof. Angelic Intervention, Protection. Feet of Resistance, Protection. Sejiri Shelter, Protection. Shelter, Protection. Take Up the Shield, Indestructible. Boromir, Indestructible. Teferis Protection, Phase Out. Unbreakable Formation, Indestructible, és itt van a One Ring, ami pedig minket véd, hogyha valaki le akarna ütni, és mondjuk pont egy kör kell, hogy nagyjából felálljunk. Egyéb lapokat is betettem, Call a Surprise Witness, ugye 2-ért egy 3 vagy kevesebb manás lényt vissza tud tenni a graveyardomból a Battlefieldre, ráadásul Flying Counterrel, ami jó ugye a 2 manás gyógyulós lényeink esetén is, vagy a lovacskáink nagy többségét is vissza tudja pakolni. Invasion of Gobakan, nem kell mondanom, a fehér szín egyik sztárja, legalábbis szerintem, úgyhogy mindenféleképpen be kellett raknom. Pyre of Heroes, egy nagyon speciális lap, és csak azért raktam be, mert ugye, ha lovat áldozol, akkor lovat tudsz vele keresni. Tehát a 2-3 manás lovainkból pikpak ott tud lenni a Sunmare az asztalon, és onnantól szerintem már sokkal nagyobb esélyünk van a győzelemre. Basriket, adja a plusz kantereket. Treasure Chest. Feláldozom? Akár húzhatok, vagy sok manám lesz. Te jó? Szeretem. Tud csinálni lényeket, valamint ha egyszer sikerül elultizni, akkor minden körben vissza tudok venni fehér lényeket a graveyardomból, és itt van egy Solemn Simulacrum, ami manát fog nekünk előkeresni a deckből. Mint látjátok, azért nincs túl sok piros lap, de nagyjából a manát megosztottam, hogy hasonló számban legyenek, és itt is megpróbáltam ugye azokat a lapokat berakni, amiket jónak tartottam, vagy csinálnak valamit. Thriving földek, nem gond, hogyha teppelve jönnek földek, itt látjátok, hogy a dupla színűekből is szinte minden befért. A Windscared Crag itt különösen jó, ugyanis gyógyulunk, itt vannak a fecsek, és a természetesen a Faceless Haven és a Muta Volt, amik szintén lovak, így Indestructible-ök is lehetnek. A deckben 37-es föld van, plusz a Sejiri Shelter az 38, nem olyan drága a deck, igazából a lovacskák a legdrágábbak benne, úgyhogy szerintem ennek bele kell férnie. Itt láthatjátok is, hogy 5 ló és 5 Shapeshifter van benne, azaz összesen 10 ló van a tribal deckünkben, 5 darab piros lap, 49 fehér mellett és 2,7-es átlag költség, főként 1 és 2 manások, de azért 3 és 4 manás lapok is vannak benne. De most, hogy megismertük a decket, nézzük meg, hogy a lovaink el tudnak-e taposni pár ellenfelet. Mai első ellenfelünk Lelia the Blade Reforged. Na itt ez a deck, mostanában ezzel a Leliával nagyon sokat találkozok, ugye van rá egy kombó, úgyhogy meg kell nézni, hogy mit tudunk. Ugye itt 2 lehetőség van, vagy kijön neki a kombó, vagy be fogja dobni. Úgyhogy megtartjuk, mi kezdünk. Nagy az esélyre, hogy a Wandering Emperort ki tudjuk rakni, mielőtt a Leliával kikombózna. Amúgy nem nagyon tudjuk lelőni, ugye ez egy sorcery, bár vannak instantjaink. Maligenelt egyszer vagy 2-szer, ha jól láttam. Ugye itt az a lényeg, hogy van hát egy olyan lap, ami exile-ba tesz mindent, és akkor Lelia sok per sokat kap a kör végéig. Le is tesszük a Driving Landünket. Szerencsére van időnk a 3. körig. Oh. Ez nem biztos, hogy az a deck. Legalábbis ez most itt meglepett. Jó, hát letesszük a Metallic Mimicet, és nyilván mondunk neki egy horszot. és ez most már biztos, hogy nem az a deck. Úgyhogy így akkor nem kell félni. Nyilván nem fogok blokkolni. Na. Ajani's Welcome. Selfless Savior. És akkor, ha kell esetleg valami, majd feccselünk. Valamelyik teppelt földet gondolom feccselni. Ugye nincs instant a kezünkbe, de maradjon meg neki ez a kis öröm. Na, jön a Lélia? Nem, egy Arcane Signet. Ugye ez hogy van ez? Ha, hogyha enterel, akkor sérülök. Sok! Lelőtte. Nem biztos, hogy nagyon ismeri az aréna környezetét, megijedt a lovakra letett Metallic Mimiktől. Hát, hogyha tudná, hogy milyen sok ló van az arénában, lehet, hogy nem így cselekedett volna. Hát, letesszük ezt a szörvéleset, legalább meg tudjuk nézni a dektetőnket, amit meg is tartunk. És akkor elmegyünk már mi is ütni végre. Na most, hogyha jön a Lélia, akkor van rá Wandering Emperorunk. Most már nyugodtan jöhet. Tökéletes. Impact Tremorstól sérülünk, és ugye akkor kell kirakni, amikor már megkap mindent. Így van, itt még Resolve. Azt ki is fogja tudni játszani. Jó. Jöhet a Wandering Emperor. És exile-oljuk a Léliát. Nincsen plusz counter. Következő körbe jöhet újra. Jött a feldom. Jó. Feldont én lelövöm. Na nézzük, mit rak ki. Egy mountain-t. Akkor itt meg... Az, és lerakom a Book of Exalted Deeds-et. Nem támadunk. Hát, ha le akar ütni a Wandering Emperort, akkor majd blokkolunk a Selfless Saviorrel. És nem támad. Az a baj. Én meg nem húzok amúgy valami jól. Jött a Shadowfax. És legalább van egy nagy blokkerem. Kiürült a kezünk. És nem húztunk még komolyabb leszedéseket, vagy valami ilyesmit. Na, itt van, igen, ez a Discover 3. Amivel ugye azt szokták, hogy nincsen más, amit kijátszanak a deckből, és ugye így kap 80×80-at, meg trampölt, így van, és akkor ugye teljesen mindegy, mit csinálunk, beüt vele. Na. Ez az Indestructible nem esik jól. Szerencsére a Shadowfax az eléggé. Ugye nem tudja kiblokkolni, mert ugye 5×5-ös lesz. De ha csak engem akar támadni, az nem érdekel. Kapja meg az 1×1-es counterjét. Ez így szerintem nem volt rossz. Főleg azért, mert ugye a Wandering Emperorral le tudom szedni a Léliát. Annyi mindent már nem fog tudni rárakni, úgyhogy Aha. Ez se olyan rossz. És így meg is van a 3 life, amit gyógyulni kellett, úgyhogy még angyalt is kapunk majd itt a kör végén. És ugye megint a jó kis fehér-piros kontroll. De hát kezdjünk el valamit csinálgatni. Különben nem tudunk semmit. Na. Jön a Lélia. Kíváncsiak, hogy támad-e. Nem támad, úgyhogy ideje, hogy... Na, a Vanquisher's Banner. Horse-ra. Hát a Shadowfax akkor így... Így azt mondom, hogy menjen akkor támadgatni. Most már én is akkor oda csaphatok egy nagyobbat. Ugye igen, ez a Mithril kód, ez kifejezetten jó a Léliánál. Neki kéne valahogy lifelinket adni. De hát, ha hamarabb le tudom ütni, mint hogy ő próbálkozzon. Azért vannak itt blokkerek, hogyha nincsen trampöl, akkor nincs nagy baj. És az Equip 3, ez meg Prot from Blue and from Black. És rápakol mindent. Szerencsére, hogy ki tudom blokkolni, és akkor Wandering Emperor majd megint le tudja őt szedni. Tehát ezzel nincs gond. Na, most mind a kettővel rájön. Oké. Okay. Semmi gond, mert ezzel blokkolom, ezzel meg blokkolom őt. És ugye így még megmaradt az Emperor is. Aha! Na ez már kicsit gond. Mert ezzel fogja gondolom most lelőni a Wandering Emperort. Nem! Hát jó, akkor ezt felszekkeltük. Mit tud még? Damage isn't remove. Aha, tehát nem remove-olódnak. Na da jó, hogy földet sikerült húznom. Akkor szedjük elő, ezt mondjuk. És az 7... Hát tudunk ütni 10-et. Tudunk ütni 10-et, azzal nincs gond. Nem jött még föl semmilyen lovacska. Léliát pedig annyira tudtam, hogy oda fog támadni. Így van. Gyógyultam. De fennmaradt a Wandering Emperor. És itt most ugye az a kérdés, hogy tud-e lerakni valami blokkert. És van egy blokkere. Úgyhogy most kíváncsi leszek, hogy mit húzok. Ha lényt húznék, az most nagyon jó lenne. Úgyhogy bármi, csak ne föld. Bár még itt van ugye mindig a gate. Nyilván egy jó földet azért behúztam. Már ugye bármi jó lett volna a föld kivételével. Nem baj, ezzel előkeressük a gétet. És beszíkeljük. Csak a basszriketet se tudom így kirakni. Jó, lesz egy szamuráj. Ezzel meg megyek ütni. Blokkolnia kell. Tehát ugye nem kérdés. Blokkolnia kell. Csak ugye a damage nem remove-olódik. Na, Lélia ismételten támad. Megint blokkolunk. Na, Holding Mine. Az jó. Ezt rakja le. Nincs blokker. Sarkan. Le tud tenni egy sárkányt. Nem, tud lőni négyet, és azzal le tudja tenni. Á, de nem gond. Nem gond, mert a Shadowfax-et ugye ki tudom rakni. És az tud ütni ötöt. Na de vajon erre most ő nem gondolt? Na de vajon ő erre most nem gondolt? És úgy tűnik nem. Ezt nem tudom, hogy benézte, de szerencsére, mivel hésztes a Shadowfax, ezért meg tudtuk nyerni. Ez egy igen kemény küzdelem volt így elsőre. Hát végül is a lovak nyerték meg, vagyis a ló nyerte meg a párharcot, de megyünk nézzünk egy következőt. Következő ellenfelünk Tasha, Unholy Archmage. Mi kezdünk, ez a 2 föld ez nem elég, úgyhogy Maligem. Ez a 3 föld ez picit jobb. Főleg a Doomskar miatt. Úgyhogy megtartjuk. És itt kezdünk is egy Fabled Passage-el, ami fehéret fog keresni. Ugye abból kell a több. Pirosból nem is nagyon van dupla piros lapunk. De ezt gyorsan betesszük. Portellezzük. Hát itt most ugye az a félelem, hogy lehet, hogy kanterelget. Nem, egy mildek. Hát mennyire örülök a millnek. Ennél jobb nem is lehetne. Mi ment ki? Hát sok minden jó lap, de szerencsére azért nem a legjobbak. Lazabb. Hát innen azért nem nagyon tud válogatni szerencsére, nem játszott olyan sok jó lénnyel mondhatni. Na hát akkor jön egy tejó, és legyen egy blokkerünk. Random bedrágítottuk a Feed the Swarmot. Tasha. Az a baj a Tasával, hogy ezt valahogy meg kéne oldani. Ja nem, egyből visszatetette a Ramcroak Giant-et. Nice, nice. Na hát akkor megnézzük, hogy mit csinál akkor, hogyha mind a 3-mal rámegyünk a Tasájára. És még le is teszünk. Kettő lényt. Na most kijött Shadowfax. Őt fogja beblokkolni, a Tasát elengedi. Szerintem én meg ki tudom majd blokkolni. Ugye a Giant-et. Mi ad neki Ward 2-t? Ja, ez ad neki Ward 2-t. Nyugodtan kezdje el leszedegetni. Mesmeric Orb. Nincs trampölöd, úgyhogy blokkolok. Semmi gond. És még így se tudok normális lapot húzni. De akkor mi lenne, hogyha tolnék egy Doomskart? És akkor jön egy Lumbering Light Shield, ami egy jó kis dranát bedrágít, és ennyi. Illeljed csak magadat is. Bár hogyha ő ugye tud a graveyardból játszogatni, az nekem nem a legjobb. Na. Ez az egy jó tasa. És megint visszaveszi. Jó, hát a mínusz egy counter az nem érdekel igazából. Na. Millelt 3-at. Jó, egy jó fumigét. Le kell tennem a Shield Mare-t. Hogy ugye a tasát jól le tudjam ütni. Ez hogyan is van? Jó, tehát mindenféleképpen szerintem így jók vagyunk, igaz? Igen, így van, ahogy gondoltam. Leütöttük a tasát. És akkor end turn. Szóval neki is elkezd majd fogyni a deck. Ugye nyilván a Maddening Kakofóni nagyon jó jött az elején neki, az lecsökkentette eléggé. Na de nézzük, hogy milyen van. Nyilván egy ilyen kontroll ellen elég nehéz játszani. De megpróbálok ugye kevesebb lapot teppelni, bár az mondjuk annyira nem rossz. Ja, ezzel elég sok mindent vissza tudok venni. Úgyhogy akkor nézzük meg. Vissza tudok venni egy Light Shield-et, de nekem a Pridemate-et kell visszamennem. Mert ugye az flying-ol. Ennek pedig lifelinket kell adnom. És akkor, ha most én megyek támadni ezzel a kettővel, akkor blokkolnia kell. Nem blokkol, akkor jó. Mert így legalább akkor van egy 4x4-es plájerem. Hát most én is sokat fogok millelni, de igazából egy köre van. Nem tudom a dranával mit szeretne. Vissza tud hozni, igen, egy non-legendaryt. Ugye? Defending player chooses a non-in your... Jó, oké. Én választok, tehát ugye ilyenkor egy viszonylag rosszat is vissza tudok tetetni. Nem tudom, hogy annak miért örülne. Na? Lehet, hogy sikerül megverni a mildeket? Oké. Ez még teljesen jó. Ez még eddig jó. Na nézzük. nincsen olyan lény. Hát akkor én ezt beblokkolom, és nyilván kap egy Prot from Black-et. Az a 2 HP. Nem érdekes. Itt most ez a sok mill se. Kezd egyre kevesebb lenni az a deck. Húzunk. Oh, Vanquish the Horde. Oké. Okay. Na. Azt nem kéne, hogy meghalljom. Viszont. Aha. És nem kell a Shadowfax szerintem, hanem megyek ezzel, ezzel, meg ezzel. Blokkolnia kell. Tehát ez nem kérdés, hogy blokkolnia kell. Uh-huh. Oké. Okay. Ez így annyira nem rossz. Ez így annyira nem rossz. Oké. Okay. Na, nézzük. Igen, azzal ugye a lazavval... be tud valamit vonzani, de az a 4 HP nem túl sok. Tasa már most nem menti meg. És itt az a kérdés, hogy miben látja a megoldást. Én most elengedem a tejót. Tehát ha most megtámadja mind a kettővel a tejót, akkor nem fogok blokkolni. Szerintem itt már fölösleges. Nem a tejón fog múlni. Inkább az a kérdés, hogy lebírja-e szedni a lényeimet? Jön egy Sheoldred. Oké, okay, hát az upkeep-be, nem, endstep-be csinál valamit. Oké. Okay. Jó. No block. Rendben. Ez mi volt jó? Oké. Okay. Ja nem igen, a upkeep-be csinál, fel kell szekkelnem valamit. Hát itt most már nyilván felszekkelem a mert, és akkor húzok egy lapot. És akkor good game. És akkor be is dobja. Igen, itt most hozták a gyógyulós lapok a kötelezőt, vagyis igazából Tejó egymaga megoldotta ezt a mill decket. Ez egy komoly csata volt, nem gondoltam amúgy az elején, hogy ez sikerül megnyerni. Kétszer sikerült megoldani a tasát, meg még meg kellett oldani a saját giantemet is, úgyhogy elég kemény volt. Ha most valahogy leszette volna az asztalomat és kiépül, akkor ugye nálam is volt leszedés, de mégis... valahogyan megvertünk egy hard kontrollt, ráadásul olyan színekből, amik sokkal erősebbek, mint a miénk, úgyhogy megnézzünk még egyet. Következő ellenfelünk Kinnan, Bander Prodigy. Hát őt is ismerjük, ugye 2 manás lény, aki hogyha valamit elteppelünk manáért, akkor az plusz 1 manát ad, és 7ért ki tud játszani lapokat. Ellenfelünk ezt 3 mana van kézbe, van egy tömegírtásunk, egy Heliodunk, meg egy Diamond Mare, ezt megtartjuk. Ugye fehérre lerakva még gyógyulunk is. Nem olyan rossz. Guild Mage. Hát akkor most leteszek egy pirosat, és akkor lejöhet ő fehérre. Ugye kasztra adja, úgyhogy sajnos még a Heliod nem lesz lent, amikor gyógyulunk. Ha csak le nem szedi. Na, egy nissza. Az zavaró is lehet akár, de menjünk rá egyelőre a Heliodra. Nyilván nem megyünk a Diamond Mare-rel sehova. Nissa ad neki manát. Szóval, hogy van tepre, vagy? Így van. Tehát, hogyha csak tepre. Ó! Toxic Flyer. Horn of the Mark. Aha, hogyha kettő vagy több lény támad engem, akkor megnézheti a pakli a felső 5 lapját, és egy lényt kézbe vehet. Hát most ezt a Nissát beengedjük. Na! Alseid of Life's Bounty. Kap egy plusz egy countert. És akkor tudnék Vanquish the Horde-olni. De egyelőre akkor egy Lightning Mare. Ami nem csinál semmit, mert bár ugye a kékek nem bírják őt blokkolni, úgyhogy ez nem olyan rossz. Egyelőre passzolunk. Van lent védelmünk, lifelinkünk. Meg hogyha nagyon elszabadulna az ellenfél, akkor Vanquish the Horde-unk. De következő körben már akár egy Shadowfaxünk is lehet. Na nézzük, hogy mit csinál. Valószínűleg most majd jön két lénnyel támadni, hogy a Horn of the Mark az működjön. Ki gondolta volna? Ó, és egy Paradise Druidot kézbe vett. Igazából blokkolhatok. Ha valami varázslata lenne a Diamond Mare-re, akkor ugye tudok neki protection-t adni. De azt a toxikot beengedtük, és akkor jött a Paradise Druid. Hát most már amúgy a proliferét sem olyan rossz. Na nézzük! Most flash-e van, mert ugye nem én kezdtem. Most nagy a kérdés, hogy mi legyen. Bár lényegében ezzel ki tudom lőni a zavaró lényét, de a kinnan az lehet, hogy jobban zavar, mint az Observer. Legyen az, hogy leteszek egy Book of Exalted Deeds-et. Soulside-dal lelövöm a kinnant. Na, van counterje, vagy? Nincs. És... elmegyek ütni velük. Nem is blokkol. Úgyhogy akkor 11-et beütünk. És kíváncsian várom, hogy mi a terve a következő körben. Azért így már nincs olyan sok manája. Az Evolving Wilds az teppelt földet ad neki. Úgyhogy most tényleg kíváncsi vagyok. Gondolom az előző körben nem kellett neki a mana, ezért várt vele. Hogy Nissa ugye így adjon egy manát pluszba. Úgyhogy lényegében ugye idézőjelesen álló földet kap. De bedobja! Ez érdekesen alakult. Itt, hát igazából mondhatni, hogy az agró nyert, lejött egy gyógyulós lapon meg a Heliod, és ezt a kettőt nem bírta megoldani, szerencsénkre meg tudtuk oldani a kinnanyját, és úgy látszik, hogy innentől nem volt már esélye. Nem volt egy igazán jó meccs, de valamennyit láttatok azért a deckből, hogy miért is van benne például a Diamond Mare. Úgyhogy mára ennyi volt. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok velem, és megnéztétek az újabb tribal deckemet. Higgyétek el, felvettem nagyon sok órányi anyagot, és egyszer sem jött ki a deck alapjául kitalált kombó, úgyhogy ezt sajnos nem bírtam nektek megmutatni ebben a videóban. Remélem azért tetszett, köszönöm, hogy itt voltatok, tudjátok, lájkot ne felejtsétek el, kommentben jöhetnek az észrevételek, és ha feliratkoztok, akkor nem maradtok le semmilyen Magic tartalomról a csatornámon. Még egyszer köszi, Carlos voltam, sziasztok!